nem a minimálbér emelésen felül, hanem abba beépítve kapják meg a szociális szféra dolgozói az októberben beígért 20%-os emelést. Ez azonban váratlanul érte a munkavállalókat. A szakszervezetek ettől jóval nagyobb béremelést szeretnének, szerintük ugyanis csak így tudnának előrébb lépni. Ungár Péter szerint a bértábla jelentős átalakítására lenne szükség. 2022. január 1-től megemeljük az ápolónők bérét 21%-kal, a bölcsödei dolgozókét 20-szal, a szociális világban dolgozókét 20%-kal, és a kultúrában dolgozókét is megemeljük 20%-kal. Orbán Viktor október elején beszélt először a szociális szférában dolgozók béremeléséről. A szociális területen dolgozók szakszervezetének elnöke Híradónknak azt mondta, nagy volt a várakozás a bejelentés után, ám nem egészen az történt, mint amire számítottak. Migács Tibor szerint egy félreértés áldozata a szakma túlnyomó része. Az, hogy a minimálbéremelés és a garantált bérminimum emelés majd megtörténik, és ezután jön 20%-os emelés, hát mindenki erre számított. Alaptalanul, de tulajdonképpen a várakozások beépültek. Ehhez képest ugye a valóság az, hogy a béremelés túlnyomó része az a minimál béremelés és a szakmunkás bérminimum emeléséből adódik. Vagyis nem külön kapják az érintettek az emelést, jelenleg a szociális szektorban dolgozók a legrosszabbul kereső állami munkavállalók. Az ágazat szakszervezetei 50%-os béremelést szeretnének. A szociális ágazatban dolgozók szakszervezetének elnöke szerint ezzel a bértábla aljáról feljebb léphetnének. Ha bármelyik mindenkori kormányzat a szociális ügyeket helyén kezeli, és nem szégyenfoltként dugdossa, és egy ilyen szükséges, de leginkább szükségtelen rosszként tekint a szociális ellátásokra, és az abban dolgozókra is. Ha valaha lesz egy ilyen kormányzatunk, akkor lehetséges, igen. Ungár Péter szerint a bértáblát jelentősen át kellene alakítani. Jelenleg ugyanis több tízezer forintos különbségek vannak az egészségügyi és a szociális dolgozóknak járó pótlékok között. 30-40-50 ezer forintos különbség is lehet a pótlékba, az egyik megkapja a napi díjának az 50%-át pótlékként, a másik mondjuk a 15%-át. Tehát maga azt kéne átalakítani, hogy a szociális szektor le van szakadva az egészségügyi bértáblától, és a kettőt végzettség alapon egységesíteni viszonylag kevesebb összeget jelentene. Az LMP országgyűlési képviselője hozzátette, hiába a 20%-os emelés, az érintettek mégsem járnak sokkal jobban, ugyanis ennek nagy részét elviszi a rendkívül magas infláció.